tett a gyülekezetben, ott voltunk mind, ledöbbentünk, de olyan elevenenes, soha nem tett ilyen bizonságot, soha. És nem sokára az Úrnál volt, 72 éves korában. Múlt szombaton volt a temetése. Tehát, akik az Úrban bíznak, azoknak biztosítva van az üdvösség. Tehát Jézus Krisztusban van az örök élet és az üdvösség. Üdv bizonyosságot kell kapjál az Úrtól, hogy neked ő üdvösséged van. Jézus adta meg ezt az üdvösséget. Látták az én szemeim, hogy te üdvösségedet. Tehát Isten megnyitotta Simeonnak a szemeit. Ebben a kicsiben üdvösség van, mert ez egy hatalmas király, akit a karjaimban ölelek. Csodálatosak ezek az ígék, ugye? Amen. Amen. És ezek beteljesednek, és mondta a Szentlélek, hogy addig te nem halsz meg, míg meg nem látod a názáreti Jézust, halleluja. Vagy a betlehemi Jézust. Vagy az eljött Jézust, meg nem látod, addig nem halsz meg. Te sem halsz meg időnap előtt, amíg teljesen be nem végzed azt a szolgálatot, amire Isten elhívott. Amen. Hányszor már meghaltatok volna, de Isten nem engedte. Amen. Tudom jóra Péter testvérek, de hányszor is voltok a kórházban. Isten kioszta onnan. Amen. Mert még van számokra egy munka. Amen. Nem a kőműves munka, hanem a szellemi munka. Amen. Az imádkozás munkája, mert annál nagyobb munka nincs, mint az ima. De erő kell az imához. Az imád nagyon támadja az ördög, de azért kell, hogy imádkozzunk, hálát adjunk Istennek, hogy nyitsa meg a mi szemeinket, hogy ez a Jézus, ami megváltunk. Ez, aki eljött a földre, és láttuk az ő dicsőségét, az ő üdvösségét, amelyet készítettél minden népek szeme láttára. Tehát tudta azt a Szent Szellem, hogy ez az üdvösség minden népeknek, nem csupán Izraelnek fog bejönni ez az üdvösség, hanem minden népek, akik hisznek ő benne. Mert azt mondta Jézus a tanítványnak, amikor elment, menjetek-e széles világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Minden teremtésnek hirdessétek az evangéliumot, és a minden teremtés, aki hiszen, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hiszen, elkárhozik. Tehát ez az evangélium szétválasztja a kecskéket a jótól, de mi Istennek a gyermekei, Istennek a bárányai, Istennek a juhai vagyunk, Istennek a szolgái vagyunk, Istennek az elhívott gyermekei vagyunk, halleluja, dicsőség az Úrnak. Tehát minden népeknek világosságul a pogányok megvilágosítására, a te népednek, Izraelnek a dicsőségére. Tehát világosságot nyertünk az Úrtól, halleluja. Olyan világosságot, hogy megvilágosította az utat, amely járnunk kell. És még éjszaka sem tévedünk el az úton, mert az Úr a világ világossága. És ő adott világosságot a lelkünkben, a szívünkben, még a testünkben is. Ez a mennyei világosság kigyúlt minden népeknek, Izraelnek a dicsőségére. József és az anyja pedig csodálkoznak azokon, amik felőle mondottak. Még ők is csodálkoztak ezen, hát ez hogy fog lenni? Tehát az a csodálatos dolgok, amiket az Úr mondott a profétáláson keresztül, ugye, és mikor megállt őket Simon és mondta Máriának, az ő anyjának, aki mehetsz vetetes sokaknak elestére, feltámadása Izraelben, kinek sokan ellene mondanak. Tehát ez is proféciát mondott Simeon tovább az ő anyjának, Máriának, imehez vetetnek sokaknak elestére. Tehát sokan nem tudják elfogadni sajnos sem az evangéliumot, sem az üdvösséget, sem az örök életet, nem hisznek. És azok mi lesz velük? Elesnek. De akik befogadják, azt mondja, feltámadására. Tehát sokaknak feltámadására Izraelben is, meg a gyülekezetben is, Sionban is, akik elfogadják, azokat Isten felemeli. Halleluja. Felemeli az ő jelenlétében. Felemeli ezen a földön, nincs vesztegetni való időnk, hogy életünkben, amíg élünk, neki éljünk. Amíg élek, az Úrnak élek. Ha meghalok, az Úrnak halok meg. Mert ha élek, az Úrnak élek,
Mert ez az életem az Isten kezébe van letéve, halleluja. És vannak, akik sokan ellene mondanak ebben a 21. században is. Ellene mondanak az igének. Ellene mondanak neked. És te örüljél, és örvendezzél, hiszen a prófétákat is hasonlóképpen nyomorgattaták, és boldog vagytok, ha az igazságért szenvedtek. Ne szégyeljtek, hanem dicsérjétek az Urat. Halleluja. Mert az apostolokat, mikor a hátukat megveszőzték, mikor megcsúfolták, örömmel mentek ki a tanács elől, hogy méltóká tétettek, hogy az ő nevét szenvedjenek, halleluja. De most olyan idő van itt Erdély országban, hogy nem kell szenvedjünk a hatóságoktól. És ezt nagyon értékeljük, ezeket az időket. Nem kell, hogy visznek a gépfegyverrel, betesznek a börtönbe, ha Jézus nevét hívott segítségül. De ezen a földön sok helyen van, ahol üldözik, szétverik a gyülekezeteket, gépfegyverrel lövik le őket, mert Jézus hirdetik, nem az iszlámot, meg nem tudom milyen ördögi ideológiákat. És most már itt úgy elkényelmesedtek, hogy nem akarnak jönni a gyülekezetben, de az Úr, imádkozunk, hogy Isten fedje meg őket, ezeket a pattyokat, hogy legyenek fiak belőlük, halleluja! És ne kényelmes életet éljünk, hanem keresztény életet éljünk, mert méltó bárány, hogy adjunk dicsőséget neki. Méltó megöletett bárány, hogy vegyen dicsőséget. Méltó az eljövendő király, hogy várjuk őt. Mert Simeon ezt várta, és nem csalódott. Akik várják az Urat, azok nem fognak csalódni. Mi várjuk az Úrnak a második eljövetelét. Halleluja! Második dicsőséges eljövetelét várjuk az Úrnak. Halleluja! És azt mondja tovább ez a profécia, jegyül, akik soronak ellene mondanak, sőt, a te lelkedet is átadja az éles tör. És sok szép gondolata nyilvánvalóká legyenek. Tehát Mária ugye vállalta az anyaságot, és örömmel vállalta, alázatos szívvel, de az éles tör. Mikor látta a saját fia, ott csak fia volt, ugye ezen a földön, idéglenös is, hát a mennyből jött le, akkor az éles tör átjárta a szívét is, hogy sok szív gondolata nyilvánvalóká legyenek. De hiszem, hogy a Szent Szellem megvigasztalta, tehát Simeonról beszéltünk, aki várta az Urat, és meg is jelent neki, vagyis a karjaiba fogta, s ha te várod az Uras ilyen férfi vagy, mint Simeon, de vannak nők is, figyeljük meg, hogy az idős nők, egy Anna, aki proféta nő volt. Mik ezek a proféta nők? Az, akik profétálnak az Úrnak a nevébe. És azt mondják, hogy ezt mondja a Szentlélek Isten, ennek a gyülekezetnek, ha meg nem tértek a ti bűneitekből, Istennek a nehézsége jön a ti életetekre. De ha megtértek, az Úr fel fog emelni. Meg fog erősíteni benneteket. Tehát az a profécia, amikor a Szent Szellem szól rajtad keresztül, vagy rajtam keresztül, vagy bármilyen testvéred, vagy testvérnőkön keresztül. Ez Fánuel leánya volt, aki hol töltötte az életének a 86. életévét? 84. Ott volt az Úr templomában. Ő is várt az Izraelnek a vigasztalását. És mit csinált az egyedül létiben? Szomorkodott, egyedül vagyunk, senki nem szeret. Hanem elment egy böjtöléssel és imádkozással szolgálta az Urat. Találkozott az Úrral, amen. Tehát ha özvegy lettél, akkor ne sipánkodjél, ne keserődjél. De ha házas vagy, hogy onnak nem tudom hány gyereked, akkor is gyertek, dicsérjük az Urat. Gyertek, hívjuk segítségül, menjünk el az Úr templomában, menjünk el az Úr jelenlétében. Ha 84 évet éljünk is azon a földön, vagy 75 évet, vagy bármilyen éves vagy. Tehát kell az Úrnak szolgáljál, és azt mondja, hogy imádkozásokkal, böjtölésekkel szolgál, éjjel és nappal. Halleluja! Van az első Zsoltárban, ki tudja megmondani, hogy mit ír az ige? Boldog az az ember, ki az Úr törvényében gondolkodik, az Úr törvényéről gondolkodik. Éjjel és nappal. Amen.
Tehát éjjel, ha nem tudsz aludni, vagy nem tudok aludni, kezdjek imádkozni. Uram, áld meg ezt a mai napot. Én így szoktam háromkor felkelni. És hálát adni az Úrnak ezért a kegyelemért, hogy megáldj és harcolni. A múlt éjszak olyan harcban voltam, mindenért harcoltam. A Szentlélek olyan erősen ott volt a szívemben, félálomban is dicsértem az Urat. Tehát az Isten jelenlétébe kerülsz, akkor Isten gyermeke vagy, és az Úr hadakozik érettünk. Amen. És megáldja a szívünket, a lelkünket, adjon az Úr világosságot, hogy olyanok legyünk, mint Simeon, olyanok legyünk, mint Anna prófétanő, hogy imádkozásokkal el ne hagyjuk az Úrnak a jelenlétét, és ő is abban az órában meglátta az Úr Krisztusát, Anna, és hálát adok a váltságért, és mikor elvégeztek mindent, ez a kisgyermek növekedett, erősödött lelkiben, szellemében beteljesedett bölcsességgel, Istennek a kegyelme vala ő rajtám meg. Azt kívánom, hogy Istennek a kegyelme rajtunk legyen. Istennek az ereje kísérjen végig ezen az életen. Mert kegyelemből tartottatunk meg hitáltal, ez Isten ajándéka. Mert ha nem lett volna az Isten kegyelme, de a kegyelme hogy jött létre? Jézus hozta be a kegyelmet az életedben. Megkegyelmezett, megbocsájtott. Most is kegyelem alatt vagyunk. És ebben a kegyelemben mi van? Növekedés. Amen. És ha nem gyakoroljuk a kegyelmet, csökönyösök maradnak azok az emberek, vitatkozók maradnak, lázadó embereké válnak, hanem a kegyelem és a kisgyermek erősödik a szellemében, beteljesedett bölcsességgel, mennyi bölcsességgel. Ha akarom, hogy mennyi bölcsesség legyen az életemben, akkor engedjem, hogy a Szent Szellem vezessen, töltsön be a bölcsességnek a szelleme, a kijelentés, ami Istentől van, és az Úr felemeli az életedet, és Isten kegyelme erős rajtad. Halleluja. Legyen áldott az Úr neve, és köszönjük az Úrnak ezt az ajándékot, a legnagyobb ajándékot, a drága názáreti Jézust, akit elküldött, akinek a várakozásában élünk, hogy újból eljön. Amen. És ez legyen a reménység várakozása az életünkben, és az Úr áldja meg az ő népét minden helyen. Áldja meg Izraelt, Jeruzsálemet! Áldja meg ezt a nemzetet, emelje fel! Áldja meg az elragadtatást, mikor egy szempillantás alatt elmegyünk, és az Úrral leszünk örökké. Segítsen meg az Úr, és adjon elő győzelmet a Jézus nevét. Amen. Amen. Jó lenne egy dicső.